A Róma szívében található ökumenikus Oroszország központ adott otthont egy ikonfestő tanfolyamnak, amelyet Fábio Nones mester, teológus és a Trentói Ikonográfiai Központ igazgatója vezetett. Az ikonográfia kitűnt a történelem során nem csak művészi, de spirituális és egyházi értéke miatt is. A művész, aki létrehoz egy alkotást, az érzelmeit, világlátását igyekszik közölni, míg az ikonfestőt ikonográfusnak hívják, és ez egy hivatás. A színekkel nem saját érzéseit, hanem az egyház, a keresztény közösség hitét akarja kifejezni, amelynek részese. Esprimere coi colori non tanto quello che lui sente, i suoi sentimenti, ma la fede della chiesa, della comunità cristiana in cui è inserito. Emellett a festmény imára is hív. La preghiera è comunione. Az ima szeretett közösség Istennel. Tehát nem csak egy szöveg elmondása, hanem szeretett közösség megélése jelenlétében. Természetesen egy ikon festése közben imádkozom, és közben nagyon erős szeretett közösséget lehet megélni Istennel. Az ikon megjelenése a kereszténység történetére utal vissza. A kereszténységben Isten találkozik az emberrel. Isten testesül meg és ölt alakot, ezért tudjuk megfesteni. Tehát Isten jön el hozzánk, és az ikon ezt fejezi ki. Az ikon alapja általában aranyozott, mert Isten dicsőségét jeleníti meg. Vagyis az ikon egy tekintetet kíván vetni az isteni világra. Fábio Nones mester, a Trentói Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság tagja, ikonográfiai tanfolyamokat szervez különböző helyeken. Munkái között találunk ikonokat, pergameneket, freskókat és mozaikokat.